Akkor átveszem a szót, köszönöm szépen. Megpróbálom viszonylag rövidre fogni, tehát egy Krisztián úgy mondta, hogy maximum fél órás időkeretben, tehát 8-ig legkésőbb, de meg lehet, hogy hamarabb is megpróbálom befejezni, hogy akkor maradjon idő tényleg a kérdésekre és a... Hát én hajnali 3-ig is maradok szívesen, tehát parlamentben is rendszeresen ilyen hosszú vitákat szoktunk csinálni, csak ugye próbálunk udvariasak lenni. Nyilván, hogyha van lelkesedés és hangulat, meg érdeklődés, akkor természetesen bármeddig maradunk, nincs ezzel semmi gond. Úgyhogy én is még egyszer akkor szeretettel köszöntök mindenkit, és hát Krisztián a gondolatait tovább szőve meg Laci gondolatait, én azt szeretném már egy kis tapasztalatról szeretnénk beszélni, hogy mik lehetnek a megoldások. Tehát igazából azt hiszem, amiket Krisztián elmondott, azok látleletek, tehát egy diagnózis arról, hogy mi van itt, mi a probléma, de szerintem ez csak majdnem egy metszet volt, mert nyilván gondolom még szinte napokon át lehetne sorolni, hogy mind társadalmi szerkezeti szempontból, mind pedig ugye etnikai hátrányos megkülönböztetés szempontjából, hogy mik azok a problémák, amik feszítik az ítélő magyarságot, de próbáljuk a megoldási irányokat végigtekinteni. Igen, itt az egyik úr, itt Felsőhegyen voltunk, igazából itt bevalljuk töredelmesen, tehát itt dezentőjakkal is beszéltünk, tehát nem követtünk el nagy árulást, úgyhogy mind a két helyszínt megkerestük, és itt az egyik úr Felsőhegyen így mondta röviden, hogy elvándorlás, ugye munkanélküliség miatt betelepítés ne legyen, aki dolgozik, az tisztességesen keressen bért, és kapjuk vissza a földünket, és tudjuk gazdálkodni. Tehát kb. Ez egy leegyszerűsített képlet nyilván, meg korlátozásmentesen lehessünk magyarok. Tehát, hogy ne legyen akadálya az, ha valaki ide bejön a Zentai Városházára, egy államigazgatási ügyben, mondjuk egy központi adó, ugye ez a vízelvezetési adó ügyében, az ne cirilbetűs adatlappal kell, hogy dolgozzon. Ez nevetséges, felháborító, visszautasítandó, és abszolút ellentétben áll az európai joggal is, ugye azzal a nagy fennkölt, hivatkozott jogállamiság elvével, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmával. Ugye azt ne felejtsük el, hogy Szerbia... ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de tagja az Európa Tanácsnak. Ugye ott volt Kis Ervint is közben, itt szeretettel üdvözöljük a Jobbik délvidéki szervezőjét. És hát ugye ő is ott volt azon a ominózus Európa Tanácsi akción, ami a tavaly fél éves egy ilyen hadjáratot indítottunk, ha szabad így mondani, délvidéki magyarok ügyének a európai megismertetése érdekében, mert azt tapasztaltuk, hogy egyszerűen nem ismert ez a probléma. Tehát folyik ugye a nagy beszélgetés arról, hogy Szerbia hogyan csatlakozik, és akkor itt korrupcióellenes harc, stb. Ilyen általánosan követelmények vannak, de ahogy mondottam ebben a filmben, engem különösen ez háborít föl. Az Európa Tanács Szerbiát vizsgáló, ilyen monitorozó jelentéseiben is, meg az Európai Parlament Szerbiára szóló jelentésében egyetlen egy szó nem esik a délvidéki magyarokról. Tehát ez szintén röviden fogalmaz a felháborító és visszautasítandó, hiszen ugye a délvidék, illetve hát összességében Szerbia a legnagyobb lélekszámú nemzeti közösségéről van szó, amely nem alkot többséget az államban, de az adott őshonos területén jelenleg is többséget alkot. És itt kell megfordítani az egészet, és amikor a könyvbemutatóra térünk rá, ugye a könyvbemutató nyilván nekünk egy alap arra, hogy elmondhassuk ennek a könyvnek az üzenetét, amit önképpen egy kerekmondatban megfogalmazható, hogy egy változás kell, egy totális, úgy szoktuk mondani, hogy paradigma változás, egy szemléletváltozás, felejtsük el a kisebbségi jogokat, felejtsük el azt a szót, hogy kisebbség, kisebbségi jogok kuncsorgása, jaj, egy picikét, ha beszélhessük itt is magyarul, ott is esetleg magyarul, ez a nyomtatványocska olyan legyen, meg ilyen legyen, meg kinevezhessük az igazgatók, itt nem. Önrendelkezési jog követeléséről van szó, erről szólt ez a konferencia, és arról szól, amit Krisztián mondott, hogy a nemzeti önrendelkezés joga minden nemzeti közösséget megillet, független attól, hogy hol húzódnak a határok, és független attól, hogy eltelt 93 év a terület elcsatolás óta. Most mielőtt még esetleg ugye esetleg itt figyelmet tanúsító kedves vendégek közül valaki, aki netán nem saját akaratában jött ide, netán a szerb állam kérésére jött ide meghallgatni az elhangzottakat, jelzem, hogy ezzel semmi más nem mondok, mint sem, hogy nemzeti önrendelkezés
rendelkezés két formában gyakorolható. És ezzel megint csak a nemzetközi jog általános tételeit idézem, meg a ENSZ alapokmányát, meg a polgári politikai jogok nemzetközi egyesség okmányát, amely ugye kibontásra került több nemzetközi jogi dokumentumban. Mi a lényege? Az a lényege, önrendelkezési jog ugye az eldöntheti, ahogy Krisztina mondta, eldöntheti egy nemzeti közösség, hogy milyen államformában kíván élni, milyen állam keretei között élni, akkal kíván élni, hogy kívánja az erőforrásait felhasználni, és egyáltalán eldönti, hogy hogy szervezi meg a saját életét. Ennyire egyszerű a történet. Na most ez magában foglal több verziót, több lehetőséget. Egy tény, a trianoni békediktátum megalkotásakor nem voltak figyelemmel az önrendelkezés jogára. Ez az alaptételünk. És mi ehhez nyúlunk vissza. Ugye volt egy Wilson nevezetű naív amerikai elnök, aki ugye meghirdette a pontjait, volt egy naív, de azt gondolom inkább sokkal inkább áruló Károlyi ugye, kormány, aki ezt elhitte, jaj de jó, majd lesz egy igazságos béke, nem lett igazságos béke. Megkérdezték az entei magyarokat 1918-ban, 19-ben, 20-ban, hova kívánnak tartozni? Nem. Egyedül egy területet kérdeztek meg arról, hogy hova kívánnak tartozni, 1921-ben, ki az, aki tudja? Sopron és környéket. Na miért kérdezték meg a soproniakat? Azért van udvariasak voltak, mert szerették a soproniakat? Így van. A rongyos gárda kiűzte a megszálló osztrákokat. Ennyire egyszer a történet. Kész helyzetet teremtettek. Néhány száz, még egyszer mondom, néhány száz magyar ember azt mondta, odament, azt mondta, hogy nem, nem fogadom ezt. Hozzáteszem, a történet tele van ilyen példákkal. Törökország, Kemal Atatürk, Törökországot még jobban szétdarabolták a Szent-Germaini békével, és nem fogadták el a török és Kemal Atatürk vezetésével a lábon álló hadseregüket. Megtartották, és megsemmisítették a békét. Nálunk ugye a hazárolók szétszavarták a hadsereget. Tehát magyarul nekünk a nemzeti önrendelkezést kell követelnünk. Ez minden nemzetet megillet. És nézzünk körbe, elhangzott valóban, akár csak a közvetlen környezetünkben, hát volt Jugoszlávia területén vagyunk, ugye? Elhangzott ugye a kedves angol képviselő, bár ugye pontosítanunk kell, ugye nem Jugoszláviához csatolták ugye az elcsatolt délvidéket, hanem a szerb-horvát-szlovén királysághoz, de hát kvázi a jogelődje Jugoszláviának. Tény, hogy valóban nem kérdezték meg az itt élő embereket, és ez egyszerűen van egy alaptétele a nemzetközi jognak, megértem a jognak, a természetjognak, ha úgy tetszik, törvénytelenség nem teremthet jogot. Tehát egyszerűen arról van szó, lehet, hogy 93 évvel ezelőtt volt, most már 94 éve, lehet, hogy tavaly vagy 30 vagy 40 éve vették el a földeket a gazdáktól, lehet, hogy pár éve volt a törvénytelen, nagyon gangster módon végrehajtott úgymond privatizáció különböző állami vállalatok szövetkezek tekintetében, de ezek semmis. Ezek semmis szerződések. Mint a trianoni békediktátum is, semmi szerződés. Újra kell tárgyalni. Nem fogadjuk el. És ez tulajdonképpen nem azon múlik, hogy én most idő Gaudi Nagy Tamásként és osztom az észt, azon múlik, hogy vajon ez magáévá teszi ezt a gondolatot az itt élő közösség, vagy sem. Ennyire egyszerű. Szeretnék egy idézetet felidézni. Jó, ha az ember vissza tud nyúlni klasszikusokhoz, szerintem tegyük ezt minél gyakrabban. Széchenyi Istvántól idézném. A magyar bízzék magában, segítséget senkitől ne várjon, se ne kívánjon, hanem egyesüljön, merjen, és maga magán segítsen. Ugye ez úr is erre utalt igazából, hogy na mit csinált az anyaország, mit segített nekünk. Bocsánat, nyilván nagyon fontos, hogy anyországi segítség, nagyon fontos, de nagyon nehéz azon segíteni, aki nem akarja azt, hogy nem fogalmazza meg, hogy mit akar. Most hála Istennek, én egy egészen pragmatikus irányba mozduljunk el, örömmel tudom nyugtázni délvidék tekintetében, ugye Bozóki Antal ugye nincs most itt, ugye, de ahogy mondtam, szellemét megidézzük, hiszen egyik kulcs szereplője a délvidéki magyar jogvédő küzdelmeknek, joghelyreállító küzdelmeknek. Ugye ezt a bizonyos Magyar Közösség Szerbiának című fantasztikus könyvét írta meg nemrégiben, és az ő gondolatai öltenek testet a könyv egy jelentős fejezetében, ahol tulajdonképpen nem más teszünk, mint sem, hogy végigtekintjük a... Tehát van néhány általános jellegű előadás, Zétény Zsolt, illetve jó magam, illetve Krisztina bevezetője, majd pedig az elcsatolt területek tekintetében az ott működő jogvédő, nemzeti jogvédő partnereink, kollégáink, kolléganőink nagyon-nagyon sok tanulságot tartalmazó
előadásokat tettek, itt jelen esetben ugye itt tanulmányok olvashatók. Jelentem, mert tiszteltbeli jogvédőnek tekintjük rá Szabó Lászlót is, akinek ugye a tanulmányát szintén olvashatjuk benne. Demokrácia, jogállamiság, jogbiztonság néven, állami garancia a biztonságos élethez, diszkrimináció nélkül egyenlő bánásmód a délvidéken, teljesen polkorrekt megfogalmazások, hogy úgy fogalmazunk. És ezt a gyakorlatban is bizonyította, hiszen azért ehelyütt kell azt hiszem minden zentai ember nevében megköszönnünk neki, hogy az ő személyes kiállása és néhány bátor ember személyes kiállása révén, ott a nagyon zűrzavaros háború utáni, háború környéki időszakban tulajdonképpen ők akadályozták meg azt, hogy erőteljes betelepítés történjen Zentára, illetve környékére, legalábbis én így tudom, így lettem tájékoztatva. És ha ez így van, akkor bizonyára gondolom ezt érdemes megköszönni neki, hiszen ez mutatja pontosan azt, hogy néhány határozott ember, bátor ember, jól ütemezett, szisztematikus, jogtudatos kiállása meg tudja fordítani egy közösség sorsát. Mert mennyivel más nem, most gondoljuk már el, ha ugyanez lenne a helyzet, mint ahogy Szabadkán, ugye talán Ervin erről biztos tudna mesélni, tehát Szabadkán már ott tobzódnak a koszovóiból jövő cigányok, mindenfajta zűrös alakok, és hát döbbenetes helyzetek vannak ugye Szabadkán, ahol még ugye 20 évvel ezelőtt még a magyar szó volt a döntő hang, döntő szó. Tehát itt azért nagyon meg tudnak fordulni trendek. Úgyhogy igazából így röviden felősen fogalmazva azt mondom, én nagyon büszke vagyok erre a könyvre, több tekintetben is, ugye Krisztina a kezdeményezéssel jött létre ez a konferencia, és maga a kötet is, ennek a bemutatója egyébként tavaly december 10-én volt, nem tudom, tudja-e valaki, mi december 10-e az minek a napja, milyen emléknap, vagy igen, minek a napja, így nemzetközi szinten, ez emberi jogok világnapja. Ugye ez egy nagyon fennkölt, jól hangzó a dolog. Nyilván a gyakorlatban kell érvényt szerezni ugye az emberi jogoknak, ez a kihívás. Tudatosan erre a napra tettük ennek a könyvnek a bemutatóját, mivel ez nem egy revizionista propaganda, ez nem egy handabandázás, ez nem egy pártpolitikai, nem tudom, pamflet, hanem ez egy konkrét forgatókönyv arra, hogy ez a probléma leltár, és ez egyben egy útmutató arra, hogy hogyan lehet és kell szisztematikusan fellépni a önrendelkezési jog kiharcolása érdekében. Ugye, mint minden alaptételnek az a legfontosabb minden önrendelkezési jogi küzdelemben, hogy az adott hely körülményei szerint kell azt végig harcolni. Tehát nyilván egészen más eljárási módok szükségesek felvidéken, más Székelyföldön, hadd mutassam fel büszkén, Székely testvéreink már azért igencsak előre járnak. Felmutatok kezemben egy dokumentumot, ez nem más, mint a Székely autonómia statutum. Ugyanis a székelység most már 10 éve, hogy megfogalmazta és leírta a saját, mondjuk ki, nyugodtan Székelyföld alkotmányát. Ez Székelyföld alkotmánya, Székelyföld kormányával, Székelyföld parlamentjével, Székelyföld elnökével, alulról felépítkező önkormányzati rendszerrel, amelynek a lényege az, amit mi is szeretnénk, vagy mi is jónak látnánk, meg ha önök is jónak látnák, akkor ez nyilván előbb-utóbb működni fog, hogy a itt élő közösség, a őshonos közösség, a magyar közösség, egyszerűen fogalmazva, hogy Krisztina szokta mondani, hogy vegye kezébe a saját sorsának intézését. Ez röviden fogalmazva ennyit jelent, bővebben kifejtve nyilván, hosszú-hosszú oldalok át, milyen hatáskörökben kap kizárólagos döntési lehetőséget, akár egy olyan etnikai régió, amelyben a magyarság többséget alkot délvidéken. Ez nem jelenti azt, hogy azokról el szabad feledkezni, akik olyan településen élnek, ahol nem alkot többséget a magyarság. De itt jön az a bizonyos modell, amiről beszélt Krisztina, ez a bizonyos gagauz modell. Gagauzok török eredeti nép Moldávia területén, nem tudom, hogy ki tudja így a történetet, vagy valakinek rémlik-e. A történet úgy szól, hogy Moldávia ugye egy tagköztársasága volt a Szovjetuniónak, és 1991-ben a széthulláskor, hát ugye forrongásba indultak a népek. Hozzáteszem csak, hogy halkan és zárójelben éppen Éva Maria Bárki, aki szintén szerzőjének a kötetnek, úgy mutat rá, hogy az elmúlt 30 évben körülbelül 30 határváltozás volt Közép-Kelet-Európában, nem tévedés, 30. Ebben egyetlenet sem érintette Magyarországot, véletlenül, vagy direkt.
és Moldávia ugye egy önállóvá vált. A gagóz közösség azt mondta, itt a történelmi idő. És most mi kiállunk, és ebben a zavaros időben bizony nyomatékot adtak követeléseiknek, tüntettek, kényszerhelyzetben volt a kormány, és úgynevezett, hát egy kényszerítő körülmény hatására, tehát a gagóz nép kiállásának hatására megkötötték egy alkotmányos megállapodást, és létrejött a gagóz autonóm terület, aminek az a jellegzetessége, ahogy Krisztina is mondta, és ahogy szemléletesen itt fölvezettem itt a barátainak, hogy így néz ki körülbelül a gagóz autonóm terület. Tehát, hogy itt különböző területek vannak, ugye, ahol többséget alkotnak a gagózok, de ez az egész terület nem függ egybe. Mert nyilván időközben, mint ahogy itt is, a tisztességtelen betelepítés módszereivel, hozzáteszem az Európa Tanács 1201-es ajánlásának durva súlyos megszegésével, meg a kisebbségvédelmi keretegyezmény durva megsértésével, amelynek tagja Szerbia is, felborították az etnikai egyensúly bizonyos térségekben, de ettől még vannak etnikailag többséget alkotó magyar többségű területek, amelyek önigazgatásba tudnak kezdeni, és tudnak működni úgy is, hogy gyakorlatilag egymással fizikailag nem függenek össze. És ez életképes, ez bebizonyította a gagauzia, hozzáteszem, ott is van egy nagy testvér a háttérben, Törökország, csak úgy halkan jelzem, tehát természetesen nem megy egyedül, semmi nem megy egyedül, mint ahogy például a finnországi svédeknek is ott van ugye Svédország, vagy ott volt Dél-Tirol esetében, ott volt Ausztria, teljesen analóga a modell, hiszen ott 1920-ban elcsatolták a szín osztrák többségű Dél-Tirolt, leszakították ugye Tirolról, átcsatolták Olaszországhoz, elindult egy durva betelepítés, nagyon szokásos forgatókönyv, iparosítás, városokban megfordították az etnikai arányokat, majd 45 után bizony elindult egy ellenállás a tiroliak részéről, ami bizony nem csak békés volt, hozzáteszem. Egyébként megmondom őszintén, ezt elmondtuk, a hírekbe le is jött, tehát mi Füle biztos úrnak, bátorkodtam azt mondani, lehet, hogy némiképpen fenyegetésnek hangzott, de hát ha annak vette, akkor vegye annak, hogy tulajdonképpen alapvetően két modell között választhat Szerbia és az Európai Unió ennek az egész délvidéki magyar helyzetnek a megoldása körében. Az egyik út a dél-tiroli út, ami tényleg két mondatban így lehet összefoglalni. Van egy elcsatolt terület, amelynek a nemzeti közössége identitásában, tudatában kötődik az anyországhoz. Nyilván az első számú alternatíva visszacsatolni. Magyarország ezt megpróbálta két háború között, jelentjük sikerrel, ugye ezek ez a 41-ben, nem volt egy könnyű, nem volt egy vértelen dolog. Nagyon komoly konfliktusok voltak, sajnos ugye voltak szervváltozatok, de utána óriási mennyiségben magyar áldozatok, több tízezer magyar embert legyilkoltak. Mai napig hozzáteszik jóvátétel nélkül, mai napig a bűnösök felelősségre vonása nélkül, mai napig megbélyegzett bűnösként van elszámolva a jogszabályokban a magyar nép, hiszen a restitúciós szabályokban gyakorlatilag azt kell igazolni, ugye, ha jól tudom, egyedi eljárásban igazolni kell, hogy mégsem vagyok bűnös. A főszabály az, hogy bűnös a magyar, de egyedileg igazolható, hogy jaj, bocsánat, nem vagyok bűnös. És ezt Magyarország úgy adja el, mint egy hatalmas diplomáciai győzelem, hogy végre megtörtük Szerbiát, és ezért jelentheti ki Nikolić szerb elnök, hogy jaj, de jó, örök barátságot kötöttünk. Hát elég rémületesen hangzik meg, valószínűleg nem tudom, milyen örökbarátság ez, ahol kijelenti, hogy egyetlen egy délvidéki magyarnak sem kell félnie, és éppen aznap, amikor kijelentett az Európa Tanácsban, aznap érti etnikai alapú támadás egy két magyar fiatalembert, azt hiszem valahol Szabadka környékén. Tehát álljon már meg a menet. Illetve engem buzdított arra, hogy emlékezünk, hogy hát Gaudíró maga le van maradva egy brosúrával, hát tájékozódj már a helyzet fel, hogy győzze már meg magát arról, hogy javul a helyzet, meg győzze már meg arról a délvidéki magyarságot, hogy lépjen be a hadseregbe, meg a rendőrségbe, ugyanis mindenkit befogadunk. Na most aznap kaptam körülbelül 4 olyan üzenetet, 4 délvidéki magyart, hogy úristen, én évek óta próbálok belépni a hadseregbe és a rendőrségbe, de nem engednek, minden hülyeséggel megpróbálnak engem távol tartani. Tehát magyarul visszakanyarodok. A dél-tiroli út röviden arról szólt, hogy végül is tárgyalásos úton egy kompromisszum kötetett Olaszország és Ausztria között, mégpedig úgy, hogy nem visszacsatolás történt, de egy nagyon-nagyon széles kiterjedt közösségi alapú autonómiát kapott ez a terület, amely egyenlő arányú, tehát etnikai arányokhoz viszonyított részvétel jogát jelenti a helyi ügyek igazgatásában, a nyelvhasználat teljes külön elismert, hivatalos nyelv, tehát nem arról van szó, hogy jaj, tud a bíró magyarul, akkor esetleg magyarul beszélünk, nem tud a bíró magyarul, akkor nem beszélünk magyarul, hát szó nincs erről, bocsánat. Hát itt hivatalos nyelvnek kell lenni a magyarnak.
És most látom a statisztikai adatot, milyen jó, hogy olvasgatjuk ezt a könyvet. Elképesztő az aránya a magyarul tudó tisztviselőknek Vajdaság területén, tehát ilyen 3-4%, vagy talán még rosszabb az arány. A kórházak, ugye hát elhangzott tényleg ezt, egyszerűen nem mernek, idősebb emberek nem mernek az újvidéki kórházak, nagyobb kórházak felé menni gyógyulás érdekében, mert nem tudnak nyelvet. Hát micsoda dolog ez? Hát ez egy tizedrangú polgárság. Tehát Dél-Tirol esetében létrejött a megállapodás, hosszú 40 éves folyamat volt, nem vértelen, voltak robbangatások is, Milánó felé vezető villanyvezetékek, stb. Robbangatása, de végül is megtörtént az alkú, és ma jelenleg, jelenthetem, én kétszer is voltam Dél-Tirolban, könnyű ezt mondani, hogy mindenkit buzdítok, hogy menjen Dél-Tirolba legalább egyszer el, tudom, nem van könnyű, de tényleg érdemes egyszer elmenni, ha valakinek lehetősége van, hát tényleg menj, kanyarodjon arra, ha amúgy is arra megy, mert látható, hogy ez a terület egy teljesen virágzásnak indult terület. Tehát Olaszország és gyakorlatilag egész Európa leggazdagabb, legfejlettebb, legkiegyensúlyozottabb régiójává vált. Hozzáteszem például, amilyen szép zöld almácskákat, ha lát az ember nyugaton, mondjuk bárhol, az onnét származik. Tehát most már nem magyar alma, amelyek kéne lenni, hozzáteszem, ugye sokkal jobb meg minden, de ez már egy másik kérdés. Tehát Dél-Tiroli út, ez egyik lehetőség. Másik út a koszovói út, ami nem egy örömteli dolog, és nem akarom részletezni, mert nyilván az önök tudják a legjobban, hogy mit jelentett. Ide is a hullámok, úgy mondjam, elcsaptak. Voltak áldozata is, ugye éppen Törökbecsi, nézek, ugye Link Lajos barátomra, ugye ott fekszik például a Törökbecsei temetőben egy magyar fiatal ember, meg hát sok más temetőben, akiket elhurcoltak ebbe a háborúba, és értelmetlenül haltak meg. Tehát ez a véres út, ahol gyakorlatilag nem lehetett békés megoldást találni, azért mert konok és erőszakos volt az a többség, amely nem volt hajlandó tudomásul venni a változásokat, vagy az ő rendelkezési jog követelését. Tehát Délvidékre konkrétan visszatérve, ugye mint ahogy Székelyföld megalkotta maga a statutumát, előre haladt, tehát ez már akár holnap elfogadja a bukaresti parlament, ahogy két szem elutasították egyébként, de a székelyek már nagyon keményen előhaladt. Gondolom hallott mindenki a székely menetelésről, volt itt is, ha jól tudom, ilyen szimpátia rendezvény a székely menetelés mellett. Tehát ők elkezdték azt a passzív engedetlenségi utat, amit Gandhi kezdett el járni igazából 1914-ben, amikor megérkezett Indiába, és hosszú 3 évtizedes menetelés után India független lett. Hát nem volt egy könnyű történet. De 200 millió indiai lerázta magáról az 1-200 ezer vagy 1-2 milliós úgymond rendfenntartó elővel rendelkező Nagy-Britanniát. És ugyanezt az utat kezdi úgy tűnik járni a délvidéki magyarság, és hát nem titkolom, én erre buzdítom, és ebben kívánok segíteni jogvédőként, hogy ezt az utat, ezt a jogvédő utat, ez nem más, mint egy jog helyreállító küzdelem. Ha megnézzük, az összes szabadságharcunk igazából jog helyreállító küzdelem volt. Tehát Rákóczi se csak úgy hirtelen, hogy magától fogta és harcoljunk egyet. Tehát igen, mi volt? Az volt, hogy központi irányítás alá vonták a magyar területeket, úgymond felszabadították az osztrákok Magyarországot, mert szépen megszállták, és elkezdték gyarmatként kizsákmányolni. Ugyanez volt Tököli szabadságharc, Bocskai szabadságharc, 48-as szabadságharc, 1956, ezek mind joghelyreállító szabadságharcok. Hogy mondjam, küzdelem nélkül nem megy. Viszont azért a délvidéki szervezetek azért léptek egy nagyot már, és nyilván nem mondom, hogy nem voltak autonómia koncepciók, voltak több párt, szervezet alkotott már ilyeneket, és ez most a legfrissebb, amit mi Füle biztosnak átadtunk és bemutattunk, ez az a 15 pont, amit 2012. szeptember 27-én fogadott el négy szervezet, külön még László Bálintról is szólnom kell, a Magyar Remény Mozgalom tagjára, aki szintén részt vett, most nincs itt, de részt vett ebben az ominózus Európa Tanácsi akcióban, és sokban segítette ennek a küzdelemnek a sikerét. Tehát négy párt, illetve rengeteg civil szervezet, külön ugye az Árgus Egyesületet emelném ki, ugye Bozóki Antal szervezetét, de számtalan civil szervezet, magánszemély elfogadott egy olyan petíciót, amely tulajdonképpen a bázisa és a nemzetközi jogilag is korrekt megfogalmazása annak, amit a délvidéki magyarság kér. Hát gondolom, ezt gondolom önöknek ismert, remélem nem kell ismertetnem, de az a lényegi elemeit próbálom ismertetni. Tehát először is azzal kezdik, hogy a magas munkanélküliségi rátákat, ahol diszkrimináció észlelhető, ezt le kell szorítani. Tehát ez ilyen nincs. Tehát
ami Zentán is ugye elmondtuk, ugye Laci elmondta, több oldalú találkozott, legalább 10-15 találkozót bonyolítottunk le az Európa Tanácsban, oroszokkal, angolokkal, különböző nációkkal, képviselőivel, a legnagyobb a néppárt frakcióvezetőivel is többek között, spanyol úriemberrel, és elmondta, hogy bizony Zentán, konkrét zentai esetet elmondta, hogy ugye az itt körülbelül 80-90% körül magyarság körében azért egy nagyon durva a munkanélküliség aránya, 30-40% körüli, míg az itt élő nem túl nagy lélekszámú szerbség körében ez maximum 5%. Hát itt valami gond van. Tehát itt valami nagyon nem nincs rendben. És most, ahogy beszélgettünk ma Felsőhegyen itt az új emberekkel, illetve utána aztán itt az entai vállalkozókkal, egyértelműen szinte minden ügyből kiesett az, hogy itt valami hátrányos megkülönböztetés van. Ha csak például egy dolgot mondok, ez a gazdák által fizetendő társadalombiztos vagy nyugdíjbiztosítási járulék, ugye hogy ez felháborító diszkrimináció, hogy a kisgazda ugyanannyit kell fizessen, mint a hatalmas gazda. Tehát ugye ez is szembetűnő. Tehát minden egyes ilyen probléma mögött ott van egy jogilag megragadható megkülönböztetés, ami ellen a jogeszközével fel lehet lépni. Mert ez egy nagyon fontos felismerés, a könyvben ez is kifejtésre kerül Bozóki Antal részéről, hogy a szerb alkotmány, amin én is átrágtam magam, meg a szerb kisebbségvédelmi törvény 2002-ből, meg kell mondani, hogy európai szinten meglehetősen korrekt szabályozást tartalmaz. Tehát Füle biztosnak valószínűleg bemutatták, hogy biztos úr, itt van benne minden, annyira gyönyörű fordulatok vannak benne, megmondom őszintén, még a magyar alaptörvénynél is nagy lelkűbb fogalmazások szerepelnek a nemzeti kisebbségekről. De bocsánat, ebben mi érvényesül a gyakorlatban? És Bozóki Antal rámutat arra, hogy szinte semmi, hogy mondja a kedves hölgy, vagy minimális dolgok érvényesülnek belőle. Most a legutóbbi szerb alkotmánybíróság döntés alapján még azt a kis picike kis jogosultságot is szinte minimálisra zsugorították, amivel a nemzeti tanácsok rendelkezhettek, hogy nem képviselhetik például külföldön úgymond a saját nemzeti közösségüket. Amit megmondom őszintén, én ezzel nem hagynék. Tehát ilyen nincs. Mondtad bármit a szerb alkotmánybíróság, én akkor is, ha vezetője vagyok a nemzeti tanácsnak, akkor is kimegyek bárhova, és tárgyalok a nemzeti közösségem nevében, hiszen jó, ez egy másik kérdés, hogy demokratikus, nem demokratikus választások útján került, ebben nem mennék bele, ez már pártpolitika. Menjünk tovább, ugye kimondásra kerül, hogy teljes körű nemzeti területi személyi és kulturális autonómiát követel a magyarság számára. Nemet mond a olyan jellegű etnikai, olyan jellegű közigazgatási felosztásra, amely tudatosan úgy kerül kialakításra, hogy kisebbségbe kerüljenek a nemzeti közösségek egyébként őshonos tagjai, illetve kimondja, hogy lehetőleg egy közigazgatási területet kell alkotni a magyar többségi területeknek. Aztán kimondja azt is, hogy arányos képviseletet kell biztosítani a döntéshozó testületekben. Ugye ez kapcsolódik ahhoz, hogy jelenleg a nemzeti kisebbségeknek nincs garantált, ugye? Tehát nincs garantált képviselete se a nemzeti parlamentben, se pedig a helyi tartományi parlamentben. Aztán ugye, ami döbbenetes, 1992-ben Ada Zenta és Kanizsát ugye Észak-Bánáthoz csatolták közigazgatási szempontból, ugye már 22 éve. Tehát lassan már nagykorú lett ez a döntés. Hát finoman szóval ez is felháborító. Idősebb, mint Szlovákia ez a döntés. Hát bocsánat, ez nonsense. Most ezt megcsinálnák, mondjuk tényleg mondhatnék jó pár régiót, de mondjuk Katalónia persze egész más tészta, de mondjuk a Finnország is védekkel megcsinálták volna ezt, hát ott azért nagy hajcíve lett volna, az biztos. Aztán ugye Ada Csóka, Kanizsa, Becse, Temerin, Topolya, Zenta bíróságait ugye lefokozták és lényegében elvonták, most ebből ugye kettőt ugye nagy nehezen óriási küzdelmek árán úgymond méltóztatnak vissza adni, de bocsánat, hát az teljeset kell visszakérni nyilván. Egy önálló magyar oktatási rendszer, óvodától egyetemig, ugye ezt szoktam mindig elmondani, hogy a finnországi svédeknek 6000 svédnek, kétszer annyi svédnek, mint amennyi itt él délvidéki magyar, van 3 állami fenntartású svéd nyelvű egyeteme. Hozzáteszem, a svéd hivatalos nyelv is ráadásul Finnországban. Tehát magyarul a finn gyerekeknek is alapszinten valamilyen módon meg kell ismerkedni a svéd nyelvvel, lehet, már ez túlzás is, még egy finn képviselőtársam van az Európa Tanácsban, neki ez már sok. De bocsánat, mégiscsak működik. Sajtószabadság, ugye, hát igen, ugye erről azt hiszem sokat beszélhetnénk, ez megint csak a pártpolitikai irányába vinni el, de hát vannak finoman szóval erős jelei annak, hogy nem szabad a sajtó.
ugye itt délvidéken, tehát ez nem jó dolog. Ami aztán nagyon fontos, hogy a kollektív bűnösségről szóló dekrétumot ugye el kell törölni, aztán ugye el kell ítélni a 44-45-ös vérengzéseket, illetve felelősségre kell vonni az elkövetőkkel, és kártétést kell adni az áldozatoknak és leszármazóiknak, véget kell vetni a betelepítéseknek, megfelelő módon kell kinyomozni, kivizsgálni az etnikai alapú incidenseket. Hát ugye itt a temerini fiúkról azért egy mondatot beszélünk, bár a film bemutatta 7 új temerini fiúról. Meg kell mondanom őszintén, hogy az elmúlt évek, hát nem, inkább nem is elmondom, akarom kicsinteni. Tehát én személy szerint az a érzésem, vagy az elmúlt 10 év jogvédő küzdelmeiből Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk most lett 10 éves idén. Én erre vagyok a legbüszkébb, hogy ezt a 7 fiút egy nagyon tudatos féléves kampány után gyakorlatilag ki tudtuk hozni az előzetesből. Én a mi teljes kampánysorozatunkat ilyen értelemben eredményesnek minősítem. Még nem fejeződött be az eljárás, de hát ez egy óriási dolog, hogy szabadlábra kerülhettek, és hát együtt másnap ugye találkozhattunk velük, pont Temerinben volt ennek a könyvnek a bemutatója. Csináltunk egy filmet is, az Áldozatból bűnös című filmet. Ez olvasható mindkettőnk, vagy nézhető mindkettőnk honlapján, a morvaykrisztina.hu-n, illetve a gaudinagytamás.hu honlapon. Ez egy 20 perces dokumentumfilm, amit mindenki megkapott az Európa Tanácsban, az Európai Parlamentben. Hát nagy felzúdulás lett. Itt csak egy gondolat elég, hadd jegyezzem meg. Megint csak nem akarok pártpolitizálni, de hát mindenképpen rá kell mutatni arra, hogy volt, akinek nem tetszett ugye ez a tevékenység. Pásztor István megüzente nekünk, amikor éppen Strasbourgban voltunk, éppen Liegben, nem tudom, 2 találkozó között egy pillanatra leültünk, és megnéztük az interneten, azt üzente nekünk, hogy azonnal hagyjuk abba ezt a kártékony tevékenységet, mert ezzel sokkal többet ártunk, mint használunk. Hát nem, én innét azt üzenem neki, meg azt üzentem onnét is neki, hogy ezzel ő politikai öngyilkosságot követett el, figyelemmel arra, hogy minden józan ember látja, hogy egy ilyen jogok iránt elkötelezett értéket, embereket szolgáló hadműveletre ezt mondani, akkor sajnos magáról állított ki egy ilyen bizonyítványt. Nagyon remélem, hogy azért le fogják vonni az itt élő emberek a tanulságot, és ugye meg kell vitatni minden, a csatlakozás, az Európai Uniós csatlakozás témájában be kell vonni a délvidéki magyarságot, és nem csak a VMS. Ugye elmondja Nikolić szerb elnök is, hogy hoho, hát mi tájékozódunk, VMS-szel vagyunk konzultációban, semmi különös problémát nem jelentenek. Ugyanezt mondta a Füle biztos is, amikor megkérdeztem még az Európa Tanácsban ott külön kérdéssel, mi rajtad adjuk a szemünket Szerbián, de semmi jelzést nem kapunk, se a magyar kormánytól, se a VMS-től. Hát most kaptak egy jó nagy jelzést. Tehát ezek a követelések vannak, és így az aktualitását az adta, hogy létrejött az ominózus, illetve még adja, hogy a Észak-Koszovó tekintetében megkötetett a megállapodás. Tehát a szerbek, amit erre mindig rámutatok az Európa Tanácsban, és ezzel tényleg nem tudnak mit kezdeni. Hát ekkora kettős mérce a világon nincs. Oroszlánként küzdenek a szerbek, az észak-koszovói szerbek, teljesen jogosan hozzáteszem, az észak-koszovói szerbek mondjuk autonómiájáért, ki is lett harcolva, alá is lett írva a megállapodás, de hallani nem akarnak erről délvidék tekintetében. Na most ilyen nincs. Ezt tudomásul kell venniük. Tehát ez egy olyan gyors, ez olyan, mint egy gyorsan teli odaállok, hogy álljon meg, de közben nem kommunikálok a masinisztával. El fogja ütni. Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Legutóbb volt a legédesebb élmény, a szerb delegáció vezetőjével egyébként jó viszonyban vagyok, megmondom őszintén, a segítsél, Agra, mindig elfelejtem, Aligrud úr, tényleg egy bizony európai ember ő, tehát nem, nincs vele személyesen semmi gondom. És legutóbb a vukovári szerbek sanyarú helyzetéről emelkedett szólásra az Európa Tanácsban, és egy nagyon jó beszédet tartott, meg is tapsoltam. Mondtam neki, nagyon jó, egy az egyben fogom alkalmazni köszönettel ezt az érrendszert, csak behetesítem a magyart, ugye szerbel, vagy a szerbet a magyarra, és a helyszínt Vukovár helyett délvidékre fogom áttenni. Köszönöm szépen a remek példamutató beszédet. Így kell kiállni a kisebbségben élő, vagy kisebbségi helyzetbe szorított közösségért. És ő már tudja, és ő már érzi, hogy nem lehet minket megállítani. Úgyhogy hát hozzá lehetne még beszélni, mert nem beszélek, két elemet emelnék már csak ki, és egy idézettel zárom. Amire én a legbüszkébb vagyok, az, hogy ebben a jogvédő küzdelemben is szerepel a kötetben, az utolsó egy dokumentum szerepel, az Európa Tanács 1832/2011-es határozata. Nyilván mondhatják azt, hogy Dunát lehet rekeszteni már az ilyen határozatokból, meg egyéb mást is lehet csinálni a határozatokkal, hogy ne legyek ilyen, hogy úgy mondjam, vulgáris, de
De bocsánat, még csak van egy ilyen határozat, ami eddig még nem volt. Megmondom őszintén, és nagyon büszke vagyok rá, Kalmár Ferenc képviselőtársammal harcoltuk ki ezzel a tartalommal, ami röviden úgy szól, hogy volt egy jelentés arról, hogy a nemzeti szuverenitás és az államiság fogalma miképpen alakul a nemzeti jogban. Ez az alapján készült ez a jelentés, hogy hát vannak ilyen makrancos népcsoportok, akik úgy időközönként megunják azt, hogy őket ide-oda taszigálják, mint marhákat, és önállósodni akarnak, vagy éppen akarnak szakadni. Fölrúgják a státuszkót. Micsoda neveletlen népek vannak, és hát így próbál valami kis megoldást próbált adni, és az volt az eredeti javaslat, hogy az önrendelkezési jogot elsősorban az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló kereteegyezmény alapján kell biztosítani. Ugye ez egy, mondhatjuk úgy is, a legkisebb közös többség európai országoknak egy minimalista egyezmény. Tehát ami jó a franciáknak is, meg jó volt a szerbeknek is, azt el tudjuk képzelni, mennyire széles jogokat tartalmaz. Így van a kisebbségek jogairól, és nekem feláll a szőr a hátam, amikor valaki elkezdi ezt mondani, hogy a célunk az, hogy érvényt szerezünk a kisebbségvédelmi keretegyezménynek. Bocsánat, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a célom az, hogy nem tudom, tehát a vacsorára egy szem rizst tegyek. Tehát kb. Ez a cél. Ez nem lehet cél. Mi egy kiegészítést tettünk bele, és ezt elfogadták, átcsúszott a rendszeren, hogy az önrendelkezési jogot a közgyűlés 2003/1334-es határozat alapján is kell biztosítani. Ez nem más, mint az autonóm régiók pozitív tapasztalatai, mint a konfliktusok megoldásának lehetséges eszköze Európában című határozat. Ez nem kevesebbet mond ki, mint sem azt, a jogos levezetést, hogy ez a megoldás. Tehát a dél-tiroli út a megoldás. Tehát magyarul, és utána van egy felszólítás, hogy felszólítjuk a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a közgyűlés 2003/1334-es határozatát magyarul, tiszteletben kell tartani az autonómia létrehozására vonatkozó akaratát a nemzeti közösségeknek, magyarul, aki ez ellen beszél, az itt élő magyar közösség autonómia törekvési ellen, az Európa Tanács határozata és a nemzetközi jog ellen beszél. És végül, de nem utolsó sorban, azért itt a anyaország úgymond szerepével kapcsolatban nem tudom nem elhallgatni, hogy megosszam önökkel Martonyi János válaszlevelét, amit hozzácímzett, nem is hozzácímzett, volt egy napirend utáni felszólásom, ezzel zárnám felszólásomat. A Sikeres Magyar Akciók Délvidéki Magyarokért az Európai Parlamentben című napirend után. Tehát kvázi összefoglaltam ezt a filmet 5 percben a Magyar Országgyűlésben, ilyenkor a kormány, ha akar, válaszol. Válaszolt. És akkor kommentál nélkül ismertetném. Tisztelt képviselő úr, november 25-i Sikeres Magyar Akciók a délvidéki magyarokért az Európai Parlamentben című napirend utáni felszólására az alábbi tájékoztatást adom. Kérem, hogy gyengébb idegzetűek készüljenek fel a nehezekre, nehéz eseményekre. A délvidéki magyarság sorsa igazi lendületet leginkább attól a felemelő történelmi eseménytől kapott, amikor a magyar és szerb államfő 2013. június 25-26-án Csurogon közös főhajtással adózott a II. Világháború idején elkövetett cselekmények vajdasági magyar és szerb áldozatai előtt. Meggyőződésem ugyanis, hogy a történelmel való őszinte szembenézés, továbbá Szerbia integrációs törekvésének megfontolt és hathatós támogatása hozzájárulhat ahhoz, hogy a vajdasági magyarság sorsa a saját maga által is kívánt irányba fejlődjön. Ebben a magyar diplomácia oly módon segít, hogy egyértelműen és határozottan képviseli álláspontját. Elvárjuk a szerb hatóságok fellépését a magyarságot kedvezőtlenül érintő ügyek kivizsgálása, a visszatérő atrocitások elkövetőinek részlehajlástól mentes felelősségre vonása, illetve a további incidensek megelőzését szolgáló lépések megtétele tekintetében. Úgy de szépen hangzik. A kisebbségek jogainak védelme pedig éppen Magyarország hathatós fellépésekre is köszönhetően kiemelt szerepet kap Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásai során. A szerb fél tisztában van azzal, hogy a szerbiai nemzeti kisebbségek jogainak garantálása kulcsfontosságú kérdés az ország jövője szempontjából. Budapest 2013. december 18. Martonyi János. Végül, de nem utolsóban egy idézet, és akkor ezzel zárom a mondataimat. Mind a kettő Kossuth Lajostól származik, és nagyon tetszik. Egyik az az, hogy az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. A másik egy sokkal pragmatikusabb, de ez is nagyon találó. A nép, melynek erszénye más zsebében van, soha nem lehet szabad. Köszönöm szépen, és várom szeretettel kérdéseiket.